Sajnálatos módon talán özön között nincs is olyan, akit valahol buszon, utcán, áruházban, a vásárban ne szabadítottak volna már meg értékeiktől, akár a táskájukban, akár a zsebükben volt az. Nos, Kovács Jenő rendőrezredest arról kérdezem, bejelentik-e ezt egyáltalán az emberek, magyarán, hogy zsebtolvajlás áldozatai lettek? Hát igen, ez egy jó kérdés. Nagyon sok esetet bejelentenek, tehát tudunk róla, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan azzal a gondolattal, hogy úgysem lesz meg a tettes, nem is szólnak a rendőrnek. Érdemes egyébként? Foglalkoznak vele? Hát mindenképpen érdemes bejelenteni. Az igaz, hogy nagyon felderítési arányunk ebben a területen, hát nem a legjobb. Ennek egyetlen egy oka van, hogy a bizonyítás rendkívül nehéz. Hiába tudjuk, hogy ki vitte, sejtjük, hogy ki vitte, de egyszerűen amíg bizonyíték nincs, addig nem tudunk eljárást indítani ellenük. Lehet-e az ellen védekezni hatékonyan, hogy valaki ne váljon áldozattá? Hát igen, én inkább ebbe látom a megoldást, hogy mindenki vigyázzon az értékére. Tudom, hogy nagyon furcsa ezt mondani, de én azt látom jónak, hogyha mindenki úgy vigyáz a táskájára, értékére, igazolványára, hogy egyszerűen ne tudja ellopni a zsebtolvajt. Tudom, hogy nincs remény, tehát nincs olyan eset, amikor ne lopná el, vagy ügyes zsebtolvaj ne használná ki a lehetőséget, de legalább csökkentsük a lehetőségeket, amit a zsebtolvaj könnyörtelenül kihasználnak. A kárvallottak leírásai alapján mik azok a tipikus dolgok, amikre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet? Elsősorban az, hogy az értékeinket nem utogassuk. Ez indul abból, hogy ha bankba, postán előveszük a pénztárcánkat, vagy üzletben pénztárnál fizetünk, akkor nem utogassuk, ne tegyük olyan helyre, hogy látható legyen, ne legyük olyan helyre, ahol hozzá tud férni a zsebtolvaj, hanem minél gyorsabban tüntessük el a pénzünket, értékünket, úgy, hogy ne is lássa, ne is kísértse meg a zsebtolvajt. Talán ön hasznos tanácsot tud adni azoknak a férjeknek, barátoknak is, akik esetleg karácsonyra új táskával kívánják meglepni a kedvesüket. Milyen típust választanak? Van erre útmutatás? Igen, hát én azt hiszem, hogy ha valaki vásárolni akar, akkor elsősorban a divatot nézi. Egyrészt a divatot, meg pedig a pénztárcáját. A saját pénztárcáját, hogy mit tud belőle venni. Én azt hiszem, hogy elég hátra szorul a szempontunk között, amikor táskát kell venni, a biztonság. Nem is ebben látom a megoldást, mert... Tehát, hogy mindegy, hogy cipzáros, vagy kapcsos, vagy csatos, ha a zsebtolval akarja, akkor úgyis kinyitja? Hát majdnem így van. Én inkább a megoldást ott látom, hogy amikor utazunk a buszon, vagy bárhol, akkor és ha tömeg van, akkor mindig magunk előtt legyen. A értékeinket osszuk meg. Tehát nem minden pénzünk legyen egy helyen, egy kis pénztárcába bedugva a szatyorba, amit mondjuk a hátunk mögött tartunk. Ez a lehető legrosszabb megoldást. Tehát osszuk meg a pénzünket, tegyük több helyre, irataikat is tegyük több helyre, hogy ha már elvész, akkor nem mindent vigyel a zsebtolvaj, de leginkább azt tartanám, hogy magunk előtt, tehát testközelbe érezzük kezünkkel, testünkkel, érezzük a pénztárcánkat, értékünket, igazolványunkat, mert az bármennyire ügyesek is a zsebtolvajok, azért, hogyha egy idegen valaki, egy idegen kéz matat az emberen, azért azt észrevesszük. Az értékek között mindenképpen szerepel ma már egyre gyakrabban, hogy nem készpénzt visznek magukkal az emberek, hanem bankkártyákat. Mi a teendő akkor, hogyha ezektől sikerül valakit megszabadítani? Igen, szóval ez is érdemes mindenképpen bejelenteni a rendőrségre. Tehát az az első, be kell jelenteni, és rögtön akkor a következő lépés, hogy le kell tiltani a bankkártyát. Tehát ezek a legfontosabb dolgok, teendők. Ha valakitől személyi okmányait lopnak el mondjuk a pénztárcájával együtt, akkor kap-e ideiglenes papírokat, meddig kell várnia, amíg újból nem kevés pénzért beszerzi a
papírokat. Igen, ennek megvan a maga eljárási szabálya, eljárási rendje, mégpedig az, hogy haladéktalanul be kell jelenteni az igazolványok elveszítését, és általában 30 nap az, amit feltétlenül ki kell várni ahhoz, hogy egy állandó igazolványhoz jussunk. Na most hadd ne mondjam, hogy ha sok igazolványt tartunk, ha sok igazolványt veszel az elkövető, ez annál több macerát jelent, annál több intézkedést, annál több eljárás, ügyintézést, tehát már csak ezért sem érdemes olyan helyre tenni igazolványunkat, hogy hozzá tudjon férni bárki. Nem hagyhatom ki a kérdést, bár igazán nem akarom önöket bántani. Többen teljesen átlag állampolgárok pontosan tudják a belvárosban, hogy melyek azok a csoportok, akik, hát megkockáztatom, évek óta semmi másból nem élnek, mint a zsebtolvajlásból, mégis minden nap békésen sétálgatva lehet őket látni, elsősorban az új centrumáruház, a konzumáruház, tehát a belváros környékén. Ha már az emberek tudják, hogy ők azok, amik, őket nem lehet kiiktatni a forgalomból? Igen, végülis mi is tudjuk, hogy kik ezek az elkövetők, akik úgy szinte visszatérőek. Egyetlen egy kérdés van, a bizonyítás. Tehát itt majdhogy nem csak tettenéréssel lehet bizonyítani az elkövetőknek a cselekményét. Nagyon kevés olyan eset van, amikor tanúi vannak az esetnek. Rendkívül ügyesek, rendkívül kézügyességgel csinálják a dolgot. Nagyon jól tudják fedezni. És ami a legfontosabb, hogy rögtön el is tüntetik a bizonyítékot. Nem lehet csalit állítani nekik? Szoktunk, igen. Igen, ez is egyik megoldás. Természetesen élünk ezzel a módszerrel. Végezetül mennyi büntetést kaphat valaki, hogyha a szigorú követelményeknek megfelel, bizonyítható, tetten ért, tanú van? Mennyire büntethetik őket? Az értéktől függ, amit ellop, ami lehet csekély értékű, ami lehet nagyobb értékű, tehát mindenképpen attól függ, hogy mennyi pénz volt a pénztárcában. Nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatta a nézőket. Én köszönöm a lehetőséget.